A baloldali pártok összefogásáról várhatóan csak ősszel folytatódnak tárgyalások. Ezt Molnár Gyula, az MSZP elnöke mondta a híradónknak. Az ellenzéki politikus szerint a fővárosiak már megértették, hogy a Fidesz becsapja őket. Azt mondjuk, hogy ez a budapesti gyors az el fogja érni reményeink szerint a vidéki városokat is. Molnár Gyula, az MSZP elnöke a Budapest visszaszerzése című konferencia szünetében beszélt arról, hogy szerinte a fővárosiak már felismerték, a jelenlegi hatalom hazudik nekik. Az ellenzéki politikust a baloldal választási esélyeiről is kérdeztük. Most azt látom, hogy mindenki az erőgyűjtés és a saját arcépítésében van. Sok sikert kívánunk ehhez magunknak is, másoknak is. Mi nyitottak vagyunk továbbra is a tárgyalásra, de azt látjuk, azt érzékeljük, hogy valószínűleg erre majd ősszel fogunk visszatérni legkorábban. 19 az egy másik helyzet, az önkormányzat. Azt szerintem 18 értékelése után meg tudjuk mondani. Molnár Gyula szerint a baloldalon továbbra is egy miniszterelnök jelölt, körzetenként egy jelölt és egy közös lista a cél. Jól tudjuk, hogy gyűlölik Budapestet, de szögezzük le, hogy ez az érzés, ez kölcsönös, a budapestiek is utálják Orbánt és a csapatát. Ezt már Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője mondta a kormány és a budapestiek kapcsolatáról. Az ellenzéki politikus a jövő évi választáson a 18 fővárosi választókörzetből 16-ban nyerni szeretne. 2002-ben Budapest buktatta meg Orbán Viktort, akkor ezen múlott, hogy nem folytathatta a kormányzását, és most is Budapest fogja megállítani az álmok futást. Kunhalmi Ágnes, a szocialisták fővárosi elnöke szerint rendkívüli a helyzet Budapesten, hiszen miközben a CEU kapcsán egymást érik az egyetemi autonómia melletti tüntetések, a tömegközlekedési dolgozók is elégedetlenek helyzetükkel.